Nos, hello mindenkinek, sziasztok, srácok, én Danövök, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint Smogyobot fogjuk ismételten meglátogatni, ugyanis hát az előző videóban eléggé, nem is tudom, úgy mond így, ott hagytuk őt, és kíváncsi vagyok, hogy esetleg azóta mi történt vele, szóval arra gondoltam, hogy most meg fogjuk látogatni, és meg fogjuk nézni, hogy történt esetleg vele valami érdekes dolog azóta, amióta elmentünk tőle. Kicsikét hátrébb állítom viszont a mikrofonomat, hogy nehogy túl hangos legyek. Szóval akkor menjünk is, és nézzük meg, hogy mi a helyzet a kedves barátunkkal, Spongyabobbal. Történt-e vele esetleg bármiféle újdonság? Ott is látom úgyis a nevét, hogy itthon van. Na, Spongyabob, hello, szia, mindegy, bemegyek akkor, hát csak nem fog gondolom megsértődni arra, hogy bevők a házába, hol is van az emelet? Azt hiszem, hogy igen, erre van az emelet. Jó, akkor nézzünk fel, hogy itthon van-e, vagyis hát itthon van, azt tudom, de hogy mi a helyzet vele? Spongyob, hello! Szia, mi a helyzet? Vagy mi történt? Szia Dani, hát van egy rossz hírem. Hát nem tudom, mi az a rossz híred? Mondja Spongyob, tudok segíteni, vagy bármi? Nem tudom, ahogy látom. Néz ki szegény az ablakon, és nem nagyon akar rám figyelni. Nagyon szomorú vagyok ez miatt. Ó, mi történt? Mondjad, megpróbálok neked segíteni. Az a helyzet, hogy Chigusz elszökött, és nem találom sehol. De hát, hogy szökhetett el? Hát ő szeret téged, meg minden. Hát, nem hiszem, hogy csak úgy elszökött volna Chigusz. Azért ezt kérlek segíteni nekem? Hát persze, hogy segítek, de azért ezt én nem gondoltam volna, hogy ő csak úgy elszökne, vagy bármi, de hát persze, Spongyob, én megpróbálom neked megtalálni, nagyon aggódok, én sem gondoltam volna. Hát én sem gondoltam volna, de figyelj, Spongyob, hol láttad őt utoljára, vagy bármiféle ilyen dolgot tudsz róla mondani, vagy amúgy semmi infód nincsen róla, tehát itthon volt. Aha, tehát itthon volt, és gondolom, nem tudom, felkeltél, vagy egyszer csak így eltűnt. És elmentem dolgozni, aha. És amire hazajöttél, akkor gondolom, hogy izé. Aztán amikor hazaértem, igen, hát gondolom, akkor már ugye nem volt itthon. Hát jó, Spongyabob, figyelj, akkor én elindulok, és megpróbálom neked megkeresni. Az utcán kérdezd meg a lakosokat, hát ha. Oké, rendben, de mondjuk gondoltam, hogy már te is, vagy gondolom, hogy már te is végigkérdezgetted a legtöbb lakost, vagy nem tudom, de jó, megpróbálom azért megkeresni. Hát Spongyabob, hát igen, jó. Hát figyeljetek, srácok, elsősorban nektek mondom el, hogy én szerintem segítenünk kéne Spongyobban. Hogyha ti is úgy gondoljátok, hogy segítenünk kéne, akkor nyomjátok meg most a like gombot, és azzal tudom, hogy mennyien gondoljátok azt, hogy segíteni kéne. Aki pedig úgy gondolja, hogy nem kell segíteni, azt pedig kommentbe írja le. Itt van egy láda mellettem, benne pár felszerelés. Ó, egész jó cuccok. Látom, azóta összeszedted magadat. Csigatáp. Ó, csigatápot azt viszek. Hát, ha ízé előtt sem tudom csalogatni. Vidd magaddal, nagy szükséged lesz még rá. Jó, rendben van, köszi szépen, akkor én magammal viszem, és megpróbálom akkor ezzel így előcsalogatni. Hát Spongyabob, kösz szépen, vagyis hát, ja, köszönöm neked, Dani, sok szerencsét, szia, hát nincs mit, figyelj, barátok vagyunk, mi mindent megteszünk egymásért. Na, srácok, akkor hát menjünk megkeresni Chigust, hát, hogy is mondjam, eléggé gáz ez így, de az is lehet, hogy nem elszökött, hanem elrabolták, vagy valami, de mindegy, az a lényeg, hogy most ki kéne derítenünk, errefele van a falu. Gondolom már Patrikat, meg Tunyacsápékat már eléggé alaposan átkérdezte Spongyob, szóval én megpróbálom körbe kérdezni így a faluban élőket. Itthon is van azért jó pár ember, ahogy így látom a nevek alapján, meg ott sétálgatnak is a lakosok. Jó napot, hello, jó napot, kedves Robert, esetleg nem tetszett látni errefele egy csigát? Hello, elveszett a egyik barátom csigája, és arra akarom megkérni, tehát egy ilyen lila, hát ő nem sajnos, de hát el sem mondtam, hogy milyen. Lila, vannak ilyen nagy szemei, így kicsikét ilyen zöld a teste, na mindegy, úgy látom, hogy ezzel nem nagyon fogok menni. Nem szeretem a csikákat, most takarodj. Aha, oké, rendben van, hát eléggé bunkók a lakosok, ahogy látom, na mindegy. Hello, jó napot kívánok, lakos. Jó napot, lakos úr. Nem tetszett errefele látni egy csigát? Óhó, üdv fiatal ember. Nem tetszett errefele látni esetleg egy csigát? Olyan lila volt a háza, és vagyis rózsaszín, nem lila, és ilyen zöld, hát nem zöldes, milyen színű az ilyen? Hát sajnos nem mozdultam ki innen. Jó, rendben van, azért köszönöm, viszlát. Srácokat, ez így nehezebb lesz, mint gondoltam. Jó napot, József, nem látott esetleg errefele egy csigát, lila volt a háza, zöld volt a teste,
düllet volt a szeme, és ja, szia fiacskám, jó napot. Nem látta ezt a csigát? Kérem, tessék válaszolni, uram, mert fontos egy barátom számára, hogy megtaláljam a csigát, és hát ja, hát sajnos nem, Istenem. De jó, mindegy, nem is köszönök, hagyjál békén, viszlát, deked nem. Szia Peti, srácok, Peti és Lineski, mindegy, hagyjuk, ebben nem én szólok bele. Hello Dani, szia Peti, téged ismerlek, na ennek örülök. Peti, nem láttál esetleg itt egy csigát, szoktalak nézni YouTube-on, ennek örülök, köszönöm szépen. Nem láttál errefele egy csigát, tudod, akkor csigúzt, akkor biztos, hogy ismered csigúzt. Errefele mehetett el, valószínű, mondjuk nem biztos, hogy errefele mehetett el. Nem láttam semmiféle csigát, bocsi, hát jó rendben, azért köszi, hogy nézel YouTube-on. Szia, vagy adok neked egy aranyalmát, mert nézel YouTube-on, szia. Jól van, na, srácok, ott megy egy ember, de hát őt inkább hagyjuk szerintem, mert hogy látom, nagyon sietős kedvében van, így oda-vissza járkál. Karcsi! Hello! Karcsi! Szia! Jó napot, vagy hello, nem tudom, te fiatal vagy idős. Hello! Na, az lenne a helyzet, hogy elszakadt a barátom csigája, és kéne egy kis segítség, nem láttad valahol? Lila csiga, vagy a rózsaszín csiga, düllett szemek, zöld test, ilyen zöldes, nem tudom milyen. Ó, csiguszt, igen, csiguszt, láttad esetleg? Léci, mondta, hogy láttad? Nem, ha, Istenem. De, rossz vagy. Na jól van, srácok, utólag még valakit megkérdezünk, ki legyen az, Mária, Jani, Ibolya, vagy Dani? Ó, Dani, hát persze, hogy Danit fogjuk megkérdezni. Hello Dani, szia! Nos, bocsiam, úgyhogy így betörte meg egyből. Szia Dani! az lenne a kérdésem, hogy esetleg töröld meg a lábad. Jó, rendben van, megtörlöm, tessék, na. Elnézést Dani. Az lenne a kérdésem, hogy elszökött egy barátom csigája, ilyen kis rózsaszín volt a izéje, a háza, és ilyen zöld a teste, és düllett szemei vannak. Nem láttad esetleg valamerre? A híres neves Csigusz, ugye? Így van! Esetleg nincs arra esély, hogy láttad valahol, mert eléggé fontos, tehát hát láttam őt, na! Na! Mondtam, hogy a Dani az beválik! Látjátok, a Danik azok mindent tudnak! Na, amúgy tényleg full legó nélkül, most tényleg ezt viccnek szántam, nehogy valaki komolyan vegye. De régebben és... Mi az? De régebben is nem nagyon... régebben is nem is nagyon emlékszek. Aha, talán, aha. Biztos, hogy nem emlékszik, csak valami irányra, hogy merre mehetett. Légy szíves, nagyon fontos lenne az egyik kedves barátomnak a csigája szökött el, és hát ja, szegényt nagyon sajnálom, hogy így cserbe hagyta az izéje. Utoljára a rákoló fele ment, azt hiszem. A rákoló fele? Jó, rendben, nagyon-nagyon szépen köszi Dani, de nem biztos, jó, megnézem, kösz szépen, akkor majd visszajövök. Köszi, hello. Hú, srácok, jó, akkor gyors izé, köszi szépen. Na, jó, akkor srácok, gyors, menjünk a rákoló fele és nézzük meg. Elvileg, hogyha oda ment, akkor az rettentő jó lenne, mert akkor, ja, akkor, akkor hát igazából nagyon nagy bajba csak nem lehet, mert a rákolóba legalább biztonságban lehetett. De srácok, mielőtt bemegyünk, még el szeretném nektek mondani, hogy ugye vannak ugye saját termékeim, és körülbelül most nekem így összesen minden csatornámat összeadva, olyan mennyi, 90 ezer követőm lehet összesen, és idáig a 90 ezer követőmből talán 15 vagy 20-an vettetek terméket, de nem 20-an, biztos nem, olyan 10-15-en vettek szerintem terméket, szóval srácok, hát 90 ezer emberből 10-15 ember akar Danis termékeket, nem azt mondom, hogy elszomorító vagy bármi, de nem tudom, arra szem tudom, hogy kicsiket többen vesztek, szóval ha esetleg valakit érdekel, ugye saját terméket lehet ugye rendelni, az leírás elsősorában megtaláltuk a linket, ahol tudtok rendelni, szóval ja, ott, aki esetleg szeretne venni, az igottan vegyen, én nem erőltetem rá senkire, tényleg az vegyen, aki csak szeretne. Szóval akkor menjünk is be a rákolóba, hát zárva van, nem tudom, hogy ez így mennyire illik így betörni, de hát most vészhelyzetről van szó, szóval, aha, tehát errefele látta. Hú, hát nem kicsi a rákoló, szóval el fog telni egy darabig, hogy megtaláljam, ez itt rákúrnak a izéje. Ez itt a sütőde, mondjuk hát pont, hogy nem túl nagy, na mindegy, itt nincsen. Esetleg még talán a mosdó van hátra, de... Ó, itt van valami izé. Itt van valami piros gyapjú beállású, na várjatok. Ez esetleg lehet, hogy valami nyom lehet? Gyémántok meg kar? Na, ez egészen, nem tudom, csalafinta dolog lehet. Aha, ott van a neve. Srácok, itt van Csigusz. Itt lesz Csigusz, jó. Oké, be kell mennünk oda. Akkor gondolom, hogy ehhez kellett a kulcs, jó. Akkor én kinyitom szerintem, és megpróbálok benézni. Aha, itt van Csigusz. És miért fordul a falnak befele? Csigusz,
Hello! Szia Csigusz, szia, hello, bocsi, hogy megijesztettelek, meg minden, szia, hétek, ki vagy, és mit akarsz? Tudod, én Dani vagyok, szerintem ismersz, és Spongyabob küldött, hogy megkereslek, és ahogy látom, megvagy, csak nem Spongyabob küldött, na ne, de miért gond ez neked? Én úgy tudtam, hogy te szeretes Spongyabob, akkor menj innen. Mi az? De Csigusz, figyelj már, te hallod, Csigusz, Spongyabobnak hiányzol. Most nem értem, hogy mi a bajod, hallod? Figyelj, van nálam csigatáp, látod? Ez Spongyabob küldte neked, biztos, hogy nagyon éhes lesz, lehet, mert... most ez komoly? Belém villámosszál? Remélem, hogy... most ez komoly? Csigusz! Hallod? Ne, feljutod a rákolót is, te édes Istenem! Csigusz, mi van veled? Te ideig nem ilyen voltál! Hallod? Te, most komolyan, most mi van veled? Te... rád se lehet ismerni, hát kiégek, na jól van, figyelj, de jó, hallod, felgyújtottad a rákolót, gratulálok, Csigusz. Nem hiányzik, mi az? Nekem nem hiányzik Spongyabob. Hát, ezt nagyon sajnálva azt a... na jó, gratulálok, Csigusz, felgyújtottad a rákolót, nagyon szép munka. Ég az egész rákoló, szép volt, Csigusz, gratulál, azt a... na jól van, ezért most, á? Édes Istenem, na jó, megpróbálom eloltani, de hát nem tudom. Jó, oké, oké. Az a gond, hogy még a teteje is szerintem még, ugye? Na jó, segíts kijutni, léci, várjál, segítek! Segítek, várjál, jövök, eloltottam legalább a tüzet. Na, Csigusz, figyelj ide, hozott neked kaját, látod, küldött neked kaját, Spongyabob, tessék, itt van csigatáp. Még van nálam amúgy három, és még ott Spongyabobnál még mindig rengeteg van. De most ez komoly? Most ez komoly, Csigusz? Figyelj már, adtam neked csigatápot, segítettem neked. És most ez a hála, hogy ledobsz engem méreggel? Édes Istenem, halljátok. Nem szeretem a betulakodókat. Csigusz, ez egy, ez nem a te helyed, ez a rákolló. Kettő, most azonnal haza kell jönnöd Spongyabobhoz. Hiányzol neki, biztos ő is hiányzik neked. És, ja, és biztos, hogy éhes vagy. Biztos, hogy éhes vagy, szóval, tudod mit? Hogyha nem akarsz, de annyira unom már őt a... tudod mit? Hogyha annyira unod, akkor add vissza az izét, kaját, amit küldött, jó? Add vissza a kaját, éhez tovább. Na, na látod, kell az a kaja, na látod? Ennyit erről, kell neked ez a kaja, szóval szépen nyomás haza, mert ő szeret téged, és te is szereted őt, és már több éve együtt vagytok szépen, és idáig nem volt gond, szóval most hazamész, és ennyi, jó? Legyen ennyi elég, nem akarom izének mondani, hát jó, igazad van, na látod? Látod, mondtam, hogy igazam van, szóval szépen gyere és kövess, hazaviszlek, jó? És aztán megkapod a többit, és kicsit tényleg hiányzik már, na látod, na. Gyere szépen, Csigusz, hazaviszlek. Gyere, kövess, és menjünk szépen haza, rendben, köszi. Na, látod, szívesen majd a rákolót, viszont majd azt szerintem hallgassuk el rák úr elől, mert lehet, hogy ideges lenne. Na, azért mondom, szóval gyere, akkor gyors, hazaviszlek téged Spongyabobhoz, és akkor legalább Spongyabob is végre kicsikét boldogabb lehet, és örülhet annak, hogy legalább a csigája hazajön, és hát, ja, viszont én addig szerintem, srácok, elköszönök, ugyanis hát elabból eléggé sok idő, amíg hazafutnék, szóval gyere mellém szépen, Csigusz, addig. Ugye hát majd elviszem még őt természetesen, csak hát még most az, hogy én most elfussak oda, meg aztán minden. Szóval, srácok, igazából te is tettük a küldetést, jó fej vagy, Dani, kösz szépen. Te is tettük a küldetést, szóval, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor ugye like, sub, meg minden, iratkozzatok fel, léci a csatornámra, mert az nagyon jó lenne. És ugye, amint mondtam a terméket, és bocsi, hát nem baj, Csigusz. És amint mondom, ugye a termékeim leírás, hogy ott van a... vagy termékeim vásárlása, az ugye a leírás első sor. Szóval találkozunk legközelebb, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, és hát itt volt velem Csigusz, és sziasztok!